Kaptunk valami ausztrál csodagyártótól Nissan CA18-hoz való mesevezérmű tengelyt, és az installálás előtt kedves Csabi kollega fölhívta a figyelmemet a következő problémára. Kedves Csabi, demonstrálj, légy szíves! Hát még forgass nyugodtan. Igen, tehát legnagyobb jó indulattal is egy olyan 8 tized, vagy 8 század van benne, bocsánat, tehát majdnem egy tized, 8 század. És ez egy vadonatúj tengely. Hát ezt úgy nem mondanánk feltétlenül jónak. Na, felraktuk a másik tengelyt is. Hát figyelj, ez elfogadható, ez nagyon picit mozog. Ez olyan 200 körül. De ezt ha beleteszed egy motorba, ezzel baj nem lesz, és ez mondhatni jónak. Ezzel nincs baj. Ez teljesen jó. A másik az kakás sajnos. Nem, ez teljesen jó. Őt szeretjük, őt kevésbé. Pont azt beszélgettük Csabival, hogy ugye ez a megrendelésre gyorsan legyártott tengely szerintünk, ugye itt az anyagokkal van a probléma, hogy valószínűleg nem feltétlenül a gyártó rossz, meg nem a technológia rossz, amivel csinálják, csak a kapkodás. Ugyanaz, mint a szelepeknél, hogyha nincs megfelelő időre félretéve az anyag a megmunkálás előtt a legyártástól számítva, tehát mikor magát az alapanyagot legyártják, akkor az az alapanyag, az sajnos mocorogni fog, tehát mozogni fog, nem fogja tartani az alakját, és akkor lesz ez az eredmény, amit itt az óra mutatott, hogy van benne egy kis görbület. Ezt egyébként megpróbáljuk kinyomkodni, tehát most Ausztráliába ezért nem küldjük vissza. Ha kibírjuk nyomkodni, akkor úgy marad, és használható lesz. Majd megmutatjuk.